Köszöntöm a Költség Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták. A mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Alaposan átalakul a játékos keret a kisvárdai futballcsapatnál. 9 érmet szereztek a nyíregyházi atléták az országos bajnokságon. Új klubmodellt építenek a nyíregyháza Spartakusznál. 2 érmet nyertek az NVSC gyermekkortyoportos kardívói. A Balkán nyerte a Baktalórendház ellen a labdarúgó megyei kupadöntőt. 3. lett az NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyitse. 9 játékos távozik a kisvárdai labdarúgó csapattól. A legutóbb az NB2 harmadik helyén végző együttes fiatal futballistákkal szeretné feltölteni játékos keretét. Igaz fejjel már egyértelműen mondhatom, hogy nagyon jó szezon van mögöttünk. Talán egy picit több is kijött eredmény tekintetében, mint ami a csapatban benne van. Habár menet közben nagyon jól összeállt a társaság, és a hazai pályán elért 9 győzelem azt mutatja, hogy valamit azért otthon ellentétben az őszi szezonnal jól csináltunk. Viszont az idegenbeli szereplésünk az korán sem volt olyan jó, talán azért, mert más stílus váltottunk, illetve idegenben is többször domináltunk, ennek ellenére nem sikerült a mérkőzéseket a magunk javára fordítani. Viszont ha figyelembe veszük azt, hogy több olyan együttes volt mögöttünk, amelyek határozottabban kijelentették, és talán reálisabban is, ott, ha nézzük, akkor talán ott kellett volna lenni az élmezőnyben, akkor, hogy őket megelőztük, azt mondom, hogy ez büszkeséggel tölthet el minket, mert nem csak, hogy nagyobb költségvetőség, hanem nagyobb hagyományal rendelkezők, és infrastruktúrában is már lényegesen előttünk járó klubépítésben szintén előttünk lévő egyesületekről beszélhetünk, akár az Alegerszeg, akár a Békés Csaba, mondhatom a Nyíregyházát, úgyhogy nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy ezeket azért magabiztosan tudtuk előzni, ezeket a csapatokat. És hát a következő szezon pedig nem ígérkezik könnyűnek, mert még több riválisan nézhetünk majd szembe. Ilyenkor a bajnokság után elindul a játékos keringő. Mi az, ami biztos Kisvárdába kapcsolatban, kik távoznak, és lehet-e már tudni érkezőkről? Csináltunk a szezon végén egy értékelést, és levontuk a következtetéseket. Azt láttuk, hogy ezzel a csapattal, ha följutottunk volna, nagyon nehéz dolgunk lett volna, mivel nagyon kevés játékos üti meg az élvonalnak a szintjét, elsősorban fizikailag. Játéktudásban talán igen, de az élvonalban magasabb tudású labdarúgók vannak, gyorsabb labdarúgók vannak. Nekünk egy picit ez a csapatunk inkább a időskor mutatóit vonultatta föl, és nem azokat a játékosok, akik korábban szerepeltek Kisvárdában. Talán ezek az idősebb játékosok már nem is voltak annyira motiváltak, hogy az élvonalban megmérettessék magukat, tudták, ha oda jutunk, akkor nekik akkor kevesebb esélyük lesz a szereplésre. És a következő időszakban ennek az ismeretnek alapján változtatni fogunk. Több olyan labdarúgót engedtünk el, akik már 30-on felüliek, illetve kevesebb lehetőséget kaptak, és olyan is ezek közé a játékosok közé került, akik nem nyújtottak olyat, vagy pedig a jövőben már nem tudnának olyat nyújtani, amilyen szintet mi szeretnénk elvárni. Többek között ugye a kapuból távozik, aki végigvédte a mérkőzést, az Iváncsics Alex, vele nem hosszabbítunk szerződést, opciós jogunk lett volna rá, de 30-án lejár és nem kívánjuk tartani. Már most mondhatom is, hogy helyette hozunk is egy kapus a Szolnoknak, a kapusát, a Molnár Tamást fogjuk nagy valószínűséggel ide csábítani, meg is állapodtunk már szóba. A jobb védő posztjáról az egy másik fiatal, ugye az MTK kölcsönbe visszarendelte a Talabér Attilát, úgy néz ki, hogy a következő szezonban ott fog szerepelni, igényt tartanak rá, előkészítettük nekik, habár az utóbbi meccseken a Talabér nem nyújtott olyan teljesítményt, mint a szezon elején, mégis azért ő sokat fejlődött, és biztos, hogy az MTK-nak is fog tudni segíteni. A középpályáról viszont olyan játékosok kereshetnek új csapatot, vagy pedig ugye a Gabi részéről van olyan, aki az edzői stábot erősíti, akik keveset nyújtottak ebben a szezonban. A Mincia Tibi, az erős Gabi, itt volt egy kölcsönjátékosunk, vagy illetve nem is kölcsön, fél évig nálunk lévő játékos, a Horvát Adrián. Az ő helyzete az speciális, meglátjuk, hogy kiket tudunk igazolni, ő 30-áig van nálunk, nem biztos, hogy vele hosszabbítunk, vagy kötünk, ígérünk neki új szerződést. Fodrand is hiányzik még a középpályáról, ő már nem tudja vállalni, emellett a munkája, a jelenlegi munkája mellett az a profi szintet.
és hát a támadósorból fog hiányozni nekünk még a Bacsa Patrik, szintén kölcsönben volt, illetve úgy néz ki a Szabó Pétertől is megválunk, őt csere alapnak használjuk föl más játékosért cserébe, vagy fejébe, és úgy érzem, hogy egy fiatal gyerek, a Toma Gyuri, az is szintén kölcsön lesz adva, és hát a csatásorból pedig a Rajci Peti, aki családi okok miatt már most Budapestre költözik vissza. Egyedül van nagyon sokszor otthon a gyerekkel, és neki már ez az utóbbi időben, illetve az egyetemre is jár, nagyon nagy nehézséget okozott, hogy ilyen távolságokat kellett beutaznia. És hát azért a Rajci Petin talán, azt mondom, illetve a Talabéren kívül a többiek nem voltak már meghatározóak ebben a szezonban. Meghatározó játékost nem engedtünk el, a stabilitásunk megmarad. De ugye nagyon fontos tényező, hogy változik a fiatal szabály. Tavaly 96-os labdarúgónak kellett a pályán szerepelnie, kettőnek, most kettő fiatalnak, viszont 97-esnek és 98-asnak. Ami azt jelenti, hogy legalább 6-7 fiatal játékos kell a keretbe igazolnunk, úgyhogy akik távoztak, azok helyére most fiatalokat keresünk, hogy honnan, azt még nem tudom. Bízom benne, hogy a Munkácsi Akadémiánkról már több játékos be fogunk tudni hozni, mint ahogy legutóbb is a három kinti, a Helyi Araskó és a Toma Gyuri már onnan jött és erősítette a keretünket, most is ezt fogjuk. A szünetben felhasználjuk az időnket arra, hogy teszteljük a játékosokat, lesznek folyamatosan fiatalok, 27-28 játékos várható, amíg a csapat el nem kezdi 22-én a felkészülést, és próbáljuk azt a 8-10-et kiválasztani, akiket vissza tudunk hívni a 22-i rajtra. És egy olyan koncepciót dolgoztunk most ki, hogy legyen egy olyan csapatunk, egy olyan keretünk, amely adott esetben sokkal nagyobb létszámmal tud majd részt venni, hogyha sikerülne még egy ilyen feljutás közeli pozíciót kicsikarnunk az élvonalban is. Úgyhogy most azzal se leszünk, az nem fog minket elkeseríteni, ha nem jutunk fel, nem leszünk a harmadik helyen, viszont ha a rákövetkező évben már sikerül beépítenünk 6-8 helyi játékos, már látjuk, hogy tartósan csak ez az egy megoldás lehet életképes, akkor még keresünk tovább fiatalokat, és a következő évben vágunk neki. Viszont én azt gondolom, hogy az alapcsapatunk most is egy normális és jó együttes lesz. Megvan az alapunk, én bízom benne, hogy találunk még ideális fiatal játékost. 9 érmet szereztek a nyíregyházi atléták a székesfehérvári felnőtt országos bajnokságon. A magasugró Bakosi Péter sorozatban 5-ször lett az első, mellett 5-en a dobogó második, 3-on pedig a harmadik fokára állhattak fel. Egy 20-ös versenyzői csapattal utaztunk, és el kell mondanom, hogy ennek a csapatnak körülbelül fele az ifjúsági korú versenyző volt. Tehát az ifjúságiakat is ki akartuk próbálni ilyen korosztályuktól eltérő nagyobb versenyen. A többiek pedig utánpótláskorúak és felnőttkorúak voltak, és örömömbe szolgál, hogy minden idősebb versenyző azért a dobogó valamelyik fokára felállhatott, vagy ha nem, akkor döntőben vehetett részt. Ez a 9 érem megfelel a várakozásnak, vagy várakozáson felüli szereplés? Én azt mondom, hogy a várakozásnak megfelel. Igaz, hogy csak egy aranyérmet nyertünk a Bakosi Péter jóvoltából, de a többiek második, harmadik helyen végeztek, és itt kiemelném a dobókat. Szikszai Röbi majdnem megverte Kővágó Zoltánt, aki olimpián is vett már részt, illetve kiemelném még Kerekes Dórát, aki szintén jó dobással második helyen végzett, Kerekes Lacit, aki 17 méter fölötti dobással szintén második volt. A futók közül pedig Kosváth Krisztinát, aki 800 méteren utánpótlás Európa bajnokságra kiküldetési szintet futott, és 400-an is meg lett volna neki ez a szint, csak ott az időmérő szerkezet felmondta a szolgálatot, és így nem hitelesítették az eredményét. Az ugrószakák képviselői 4 éremmel, 1 arannyal és 3 bronzzal járultak hozzá a nyíregyháziak 9 érmes terméséhez. Hogyan született ez a 4 ugróérem? Hát a egyetlen bajnoki érmet az Bakosi Péter szerezte, őnek ez azt gondolom, hogy hivatalból meg kellett, a jelenlegi magyar mezőnyben ő kiemelkedik, bár a formája nem volt meggyőző a verseny előtt, és a versenytársa igen jó napot fog ki, tehát nagy küzdelemben, végülis utolsó ugrással, 216 cm-es idei legjobbjával tudta hozni úgymond a kötelezőt. Pár Robin a megszokott módon mindig egy érmet legalább szerez magyar bajnokságon. A hármas ugrásban az neki is úgy gondolom, hogy a harmadik hely volt a reális,
távugrásban sokkal sűrű volt a mezőny, az egy picit meglepetés volt számomra, hogy végig is harmadiknak tudott lenni. A következő érmet a Zajász Petra hármasugró kislányom szerezte, akit most igazoltunk Debrecenből össze. Ő több mint 30 cm-es egyéni rekorddal tudta ezt a teljesítményt hozni, tehát számomra végül is meglepetés volt, hogy érmet tudott szerezni a felnőtt magyar bajnokságon. A megszokottakkal ellentétben ezúttal nem a versenyidőszak végén, hanem az elején volt az országos bajnokság, tehát mi nagyon a szezon kezdetén járunk. Milyenek a kilátások a nyára? Igazából ez az első magyar bajnokság. Most a következő hetekben jönnek a korosztályos bajnokságok, ahol az ugrók részéről bajnok esélyesek lesz, vannak különböző korosztályban. A Leveleki Bence például az csak most kezd el majd versenyezni, kisebb sérülésre bajlódott, ezért nem kockáztattuk a felkészülését. Sajnos a világbajnokságot a Magyar Szövetség, a külügyminisztériumnak a javaslatára lemondta, tehát a magyar csapat nem fog részt venni a világbajnokságon, mert túlságosan veszélyesnek ítélték meg ezt a dolgot. Itt most, miután Bencének megvan a Junior Európa Bajnokságra nevezési szintje, előfordulhat, hogy a Junior Európa Bajnokságon fogja indítani a magyar szakvezetés. Úgy gondolom, hogy jó szezon elé nézünk. Péter esetében most kezd összeállni igazából a felkészülése. Én remélem, hogy már a Gyulai Emlékversenyen olyan eredményt tud elérni, ami rá jellemző, tehát 220-25 körüli eredmény. Sajtótájékoztatót tartott pénteken a Nyíregyháza Spartakusz. A klub vezetői több bejelentést tettek a jövővel kapcsolatban. Jelentős változás a szervezeti rendszerben az, hogy a Bozsik Akadémia néven futó nyíregyházi utánpótlás műhely az július 1-től hivatalosan is a Spari része lesz. Ez szerintem minden nyíregyházi szülőnek, gyereknek nagy boldogság. Egy régi álom teljesült ezzel, hogy a tulajdonos megvásárolta a várostól az utánpótlás klubot. A magának a futballklubnak az irányítása két részből áll majd. A gazdasági ügyvezető szerepkörét Sipos Zoltán tölti majd be, tehát azért, hogy gazdaságilag, pénzügyileg minden kerek legyen és minden egyértelmű legyen, ezért ő felel majd. Sportszakma irányítás az nekem jutott. Maga a klub az három lábon áll majd, az említett utánpótláson túl nyilván a profi futball az, ami a legizgalmasabb az emberek számára, és ami a munkánkat leginkább fémjelzi majd. Itt Szűcs Mihály lesz, illetve már április 1-től ő a sportigazgató, tehát igazgatásilag hozzátartozik a profi futball. A szakmai igazgató, tehát aki egyfajta szakmai biztonsági hátteret nyújt a stábnak, ő Bene Ferenc lesz. A vezetőedző személye pedig azt gondolom Nyíregyházán nem ismeretlen, hiszen legutóbbi MB2-es bajnokcsapatnak az edzője is Lucsánszki Tamás volt. Ővelük még nincs aláírt szerződés, egyikre ma kerül sor, azért is nem voltak itt, és ugye ígértük azt, hogy mostantól minden pénteken tartunk egy sajtóreggelit vagy beszélgetést, hogy az információkat át tudjuk adni. Tehát azt gondolom, hogy egy elég modern felépítmény készül, és a harmadik lába az pedig a női futball, amiben egy lépéssel az MLS elvása előtt járunk majd azzal, hogy az eddig meglévő, egy szerződéssel meglévő két utánpótlás csapat mellett a következő szezonban felnőtt női labdarúgó csapatunk is lesz az MB2-ben. 5 éves időszakról van szó. Mi a legrövidebb távú cél, és mi lehet az 5 év végén? Ugye azt szoktuk erre mondani, hogy a cél az, hogy az 5 év alatt stabil első osztályú csapat legyen Nyíregyházán. Ez nyilván a 12 fős NB1-ben azért nem egy egyszerű történet. Ugyanakkor mind a klub hagyományai, mind a város mérete és a városban a futballt szerető embereknek a mennyisége, olyan csúnyán fogalmazhatok, arra predesztinálja ezt a klubot, hogy első osztályban futballozzon. És hogyha arról meg kell beszélni, mi az álmunk, akkor az álmunk az, hogy egy majdan elkészülő új stadionban, vagy egy regény stadion megújítása után egyszer egy Európa Liga meccset lehessen játszani. Nyilván ez jelenleg az álom kategória, de ezen dolgozunk majd. Két érmet szereztek az NVSC kardvívói a budapesti gyermekkorcsoportos országos bajnokságon. A fiú csapat a második helyen végzett, Bazs Dávid pedig egyéniben a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Hatalmas mezőnyre számítottunk, ez be is jött, mert 102-en indultak el az országos bajnokságon, a 2004-ben születettek között, és tőlünk ugye a Bazs Dávid, Szántó Dávid és a Varga Zalán indultak el. A Szántó Dávid még 2005-ös, tehát egy évvel fiatalabb. Elindultak, nagyon jól teljesítették a kört, gyakorlatilag veretlenek voltak, és a virekjelzéses táblán egyenesen meneteltek be a legjobb 8 közé, kivéve a Szántó Dávidot, de hát a sors fintora Szántó Dávidot
az Varga Zalán verte meg a táblán, úgyhogy két nyíregyházi között az egyik sajnos búcsúzott. Ők viszont ketten bejutottak a nyolc közé, ahol a Balázs Dávid ugye a négy között bronzérmet nyert, Varga Zalán pedig egy előkelő ötödik helyen végzett. Hány csapat indult a csapatversenyben, és hogyan szerepelt a nyíregyházi együttes? A következő napon volt a csapatverseny, 18 csapat indult, ez rekord létszám, ilyen sok csapat még nem indult országos bajnokságon soha. Mi a második helyen voltunk kiemelve, mert az egyéni eredmények alapján ugye rangsorolták a csapatokat. Először megvertük a Gödöllőt, utána a Török Bálintot, aztán a TFS-e következett az elődöntőből a döntőbe jutásért. Őket is legyőztük, és a BVSC, aki a favoritnak számít, gyakorlatilag csak tőlük kaptunk ki, és így ezüstérmet zártak. A fiúk nagyon ügyesek voltak, gratulálok nekik szívből. Voltak lányok is, ők hogyan szerepeltek? A lányok is jól szerepeltek. Az egyéniben Nyíri Vilő ötödik lett, Halász Panna, aki 2005-ös, ő 38. tudott lenni közel 60 indulóból. Csapatban viszont nem tudtunk elindulni, ott volt egy létszám hiányunk. Mennyire biztos a jövőt tekintve, hogy ugye a csapatversenyben a lányok is és a fiúk is érmet szereztek az országos bajnokságon, úgyhogy olyan klubokat előztek meg, amelyek több évtizedes múlta rendelkeznek szemben az NVSC Karjú szakágának néhány éves múltjával. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy ígéretes dolog, egy nagyon komoly előremutató eredmény ez. Ez a magyar bajnoki hely a lányok részéről, illetve az ezüstérem a fiúk részéről. Ha ugyanígy tudunk tovább dolgozni, akkor még bármi lehet ebből. Ezzel gyakorlatilag véget ért a tavaszi versenyidőszak. Mi következik most? Most pihenő fog következni, ami azt jelenti, hogy bekezdünk a pihenőidőszakba egy edzőtáborral. Nyáron is lesznek edzések, kivétel két hét, amikor leállás van, és utána pedig augusztus közepétől kezdünk alapozni a gyerekekkel, de a kerekesszékesek nyáron is edzenek, hiszen két világkupa verseny vár ránk. A Balkán nyerte a labdarúgó megyei kupadöntőt. Mirgai László együttese a Nyíregyházi Városi Stadionban 4-0-ra verte a Baktalóránd-háza csapatát. Az első félidőben nagyon jól játszott a Bakta, tehát az első félidőben akár ők is vezethettek volna, aztán a másodikban én úgy gondolom, hogy már azért föléjük nőttünk, erőbe is, játékba is, és hát a gólok számába is, hát azt gondolom, hogy ez a 4-0, ez reális a második félidő alapján. Kellett ez a kupa győzelme az, hogy teljesen kerek legyen ez a szezon? Igen, ez így azt hiszem, hogy minden edző álma egy ilyen szezon. Én nagyon büszke vagyok a játékosokra, a vezetőkre, Pálosi László polgármester úrra, tehát meg a közönségünkre, tehát köszönöm mindenkinek, aki ez a hatalmas sikerhez hozzájárult, mert hát ilyen szezon nem mindig adatik az ember életébe. Azt már tudjuk, hogy nem indultok az osztályozón, Jövőre is a megyei első osztályban szerepel a csapat. Meg lehet találni a motivációt egy ilyen szezon után? Természetesen meg a legnagyobb motiváció az, hogy ahogy halljuk, a Sényő bajnokságot akar nyerni, mi meg persze szeretnénk megszorítani, úgyhogy ez ennél nagyobb motiváció nem kell. Az amatőr kupa döntője után második kupa fináléját játszotta a Bakta ebben a szezonban. Ezúttal is vereséget szenvedett a csapat, 4-0-ra győzött a Balkány. Mivel volt most jobb az ellenfél? Úgy gondolom, hogy nem játszottunk egy rossz meccset. Az első fél időben jóval több lehetőséget dolgoztunk ki. Ott meg kellett volna önünk legalább vagy egy-két lehetőséget, akkor másképp alakultott volna ez a mérkőzés. Második fél időben azért vártam azt, hogy kicsit el fogunk fáradni. Sajnos nem voltunk minőségi cserénk, hogy tudjunk frissíteni. Ott felőrölt bennünket a Balkány, és teljesen megérdemelten nyert. Lehet azt mondani, hogy egy picit talán motiváltabb volt az ellenfél, hiszen az utolsó fordulóban éppen a Baktalóránd-háza vette el a Balkány 57 meccses veretlenségét. Lehet így is mérni a dolgokat, de hogyha az első félidőt nézzük, azért nem mondanám, hogy motiválta volt. Én azt mondom, hogy jobb erőállapotban vannak, mint mi, tehát jobb erőállapotban voltak, mint mi. Tehát azért azt is hozzáteszem, hogy mi már nem edzettünk a bajnokság után, tehát elmentek a gyerekek nyári szünetre. Nagyon kevés ideig van, hogy pihenjenek, hát az amatőr futball, tehát ezt tudomásul kell venni, hogy azért nem lehet úgy, mint egy profi futball bevenni a játékosoknak akár a nyarát is, de hát ez volt. Jobbak voltak a másik fél időben, kondícióban sokkal jobbak voltak, úgy jöttek át rajtunk, ahogy akartak, és teljesen megérdemelten nyerték meg ezzel a mérkőzést. Összességében tekintve a bajnokságot, tekintve a magyar kupa szereplés, milyen értékeled a 2016-17-es szezont? Felemásnak értékelem ezt a szezont, ugye voltak nagyon jó meccseink, amikor jól játszottunk, a kupába mentünk, ugye meg volt a lelkesedés, meg volt a futballáz. A bajnokságban ugye már nyilatkoztam egy pár fordulóval ezelőtt, tehát szinte észrevehetetlenek voltunk. Talán akkor lehetett bennünket észrevenni, amikor legyőztük a Balkányt. Egyébként nem igazán lehetett észrevenni bennünket. Most egy kicsit cinikus leszek, lehet, hogy nem sokan fognak érte szeretni, de azt mondom, hogy mi csapatunk olyan, hogy bárkit képes legyőzni, bármikor, kivéve Andorrát.
a legmagasabb osztálytól kezdve rengeteg bajnoki szezon van már mögötted. Gondoltad volna egy évvel ezelőtt, hogy egy ilyen 2016-os szezon tudhatsz magad mögött a Balkánnyal? Őszintén leszek, azt se gondoltam volna, hogy Balkánban valamikor fogom egyáltalán játszani. Egyértelmű, hogy ez egy álomba se volt, hogy itt fogom lenni, főleg, hogy tényleg lett volna, vagy lenne ilyen szezon, ami égi csapot tudta produkálni, úgyhogy én nem tudok mit mondani, gratulálok minden egyes srácnak, aki ehhez tette minden, amit csináltunk. Mivel nőtt a mezőny fölé a megyei első osztályba a Balkány? Nagyon egység volt ez a csapat. Több dolog is volt benne, ami sikerült úgy egyesség, vagy egybe ki tudna teljesítmény kivenni belőlünk a csapatba. Egyszer minden ember, aki focizik ebbe a csapatba, jó játékos. Más dolog, minden egyes ember jó ember. Ezen kívül vannak a szurkolók, ezen kívül vannak a klubvezetők, városvezetők, aki mögöttünk áll. Hát egyszerű van az életben egy ilyen, hogy egy ilyen mozaik úgy áll, hogy ezer dologból áll egy komoly történet, egy komoly vár, és ha ez mind együtt összeszedjünk, összeasztunk, úgy jött ki, hogy Balkán megnyerte minden, ami lehetett ebben az évben. Ezek után milyen lett a következő szezon, lehet-e ezt a részet még magasabbra tenni, akár a csapat előtt, akár saját magad előtt? Meg egyszer ilyen csinálni, az lenne csúcs, az lenne lehet mondani lehetetlen, de mivel ezelőtt mondtam a dolgok, amiben áll ez a csapat, szerintem nem lehetetlen ezt megismételni. Én nem akarom hivatalos meg csapat elé tenni a nyomás, hogy esetleg ezt meg kell ismételni, de ha képes leszünk együtt maradni, akkor benne van az, hogy meg egyszer tudunk ezt csinálni. A harmadik helyet szerezte meg a Szentsen Nyiksi a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában. A csapat, amelyet a következő szezonban is Kovács Tibor irányít, megfelelő erősítés esetén megcélozza az osztályváltást. A hatodik hely volt a kitűzött cél, de már a bajnokság közepén éreztük azt, hogy ez a csapat rendkívül jól össze tud kovácsolódni. Már csak a sérüléseket kellett kiküszöbölni, illetve a sérülteket kellett valahogy pótolni azokon a kritikus mérkőzéseken, amikor fontos volt egy-egy győzelem. De úgy gondolom, hogy a végére, pontosan a végére, az utolsó körre, illetve a rájátszás mérkőzéseire teljes mértékben felgyógyult mindenki, egészségesen összeállt a csapat, és valójuk őszintén össze is érett. Sok új játékos érkezett a szezon előtt. Mi volt végül is az erőssége ennek a csapatnak, hiszen amatőr csapatról van szó, munka és tanulás mellett kosárlabdáznak a játékosok, és ugye a szabad estéket, hétvégéket áldozzák fel a meccsekre. Én úgy gondolom, hogy az erősségünk az volt, hogy sokan voltunk, tehát nagy a keret, bő keret, és a palánk alatt is volt kihez nyúlni, még akkor is, hogyha esetleg a Farkasinszki sérült volt, az Asztalos István nem ért rá annyira, akkor is voltak, akik pótolták őket, az erőembereket is. Magasságban nem volt gondunk, én úgy érzem, viszont mezőnyben sokszor jelentett az irányítói feladat kihívást, hiszen volt olyan, hogy a főirányítónk mondjuk sérült volt, a Takács Máté, vagy utána a Csempész Balázs éppen nem ért rá, tehát irányítói fronton voltak hiányosságaink. Egyébként 2-3-as pozícióban ott szintén ott a fiatalok vannak, de nagyon tehetséges fiatalok, mint a Tisza Bálint, vagy a Balogh Bendegúz. Mennyi plusz jelentett az, hogy a legutóbbi szezonnal ellentétben most már volt saját otthon a csapatnak, ahol edzeni tudott és a meccseket tudta játszani? Nagyon sokat számít, hogy nyilván a jó körülmény, a jó infrastruktúra az mindig elengedhetetlen. Most már a Bánki tornatermét, felújított tornatermét belakta annyik se, hiszen heti 5 alkalommal tudja igénybe venni az edzéseket, és ez érezhető is volt a csapaton, hogy a korábbi 3 alkalom mellett, még hogyha nem is ért rá mindig mindenki, hiszen ahogy említettük, munka mellett, tanulás mellett készültek az NB2-es keretben, azért látszott, vagy érezhető volt, hogy már van egy plusz dobóedzés, van egy plusz lehetőség, a mérkőzésekhez tudjuk igazítani azt, hogy még egy plusz edzésbe teszünk, tehát hogy ez nagyon-nagyon sokat segített, és nyilván a mérkőzés időpontokat is, hogy a hazai mérkőzések időpontját nem másokhoz kellett alkalmazkodnunk, hiszen korábban a Vestcsikben játszottuk ezt, ahol még dobóedzése sem volt mindig lehetőség, és a hazai pálya előnye ez így nagyban befolyásolta ezt a szép eredményt. Amatőr sportról, amatőr csapatról van szó, de azért ez is pénzbe kerül, milyen forrásból tudjátok megoldani a versenyeztetést?
Hát nyilván az Egyesület azt a saját forrásból próbálja kompenzálni, kismértékben ugye a TAO-ból, hiszen a csapat egy része az még utánpótláskorú játékos, tehát egy részére elszámolható a TAO keretből is, de nagy többségében ezt mind az Egyesület a saját forrásából biztosítja, támogatóktól, az Egyesületi TAO-k saját befizetéséből és a TAO támogatás esetén a kiegészítő támogatásból. Az első szezonhoz képest 5 helyet lépett előre a második szezonban a csapat. Mi a terv a következő évedre, lehet elmegy támadni? Ezen még most gondolkozunk a szakmai stábbal. Nyilván a játékosokkal is most kezdtünk el tárgyalni, illetve most kezdünk el tárgyalni júniusban, és bízom benne, hogy a nagy része marad, és maradni szeretne. Nyilván sikerül, remélem, kitalálni olyan motivációs rendszert, illetve még igazolni egy-két játékost, aki nagyban ezeket a szép álmokat, hogy mondjuk az NBC osztályába jussunk, ezt nagyban elősegítenék. Nyilván itt szükség lesz majd egy megállapodásra a Kosárlabda Nonprofit Kft-vel is, és a sportcentrummal is, hogy az esetleges feltörekvő fiatalok, akik nem jutnak keretbe az NB1B-be, esetleg csak edzés szinten, azokra mennyire számíthat a Nyikse együttese. Eddig a felnőtt csapatról esett szó, de hát nem csak egy csapatot versenyeztet a Nyikse, hogyan szerepelt a többi együttes? Hál' Istennek nagyon jól, most a Nyír Jam Light-ot, ami azt jelenti, hogy a második osztályosok, harmadik osztályosok küzdelme, tehát a Nyír Jam Light-ot, ami az U10 alattiak korosztály, szóval a Nyír Jam Light-ot megnyerte a megyei szinten a Nyikse együttese, a megyei bajnokságot, a megyei felnőtt bajnokságot szintén a Nyikse csapata nyerte, egy évek óta összejáró, egészen 25-26 éves kortól 45 éves korig felvonultató játékosokat felvonultató együttesről van szó, de már évek óta együtt edzenek, együtt játszanak, és korábban is a megyei bajnokságban szép helyezéseket értek el, illetve második év, hogy indítottuk a junior csapatunkat is, a junior csapatunkat a megyei felnőtt bajnokságban, ők pedig második helyezést értek el rögtön a nagy csapat mögött, úgyhogy azt gondolom, hogy minden csapatunk az MB2 harmadik helyezése után, minden csapatunk kitűnően szerepelt a megyei bajnokságokban. Jövőre szeretnénk egyébként még újabb csapatokat toborozni, hiszen U14 és U16-os korosztályban akarunk csapatokat indítani. Ehhez még most keressük a játékosokat, keressük azon fiatalokat, akik szívesen a Nyikse kötelékében kosárlabdáznának, és adott esetben célú tűznék ki, hogy ők is majd később MB2-ben, MB1C-ben játszanak. Csapatkapitánként, hogy látod ebből a szezonból a harmadik helyek kiosztott a csapat a maximumot? Úgy gondolom, hogy igen, ez egy szenzációs teljesítmény szerintem a csapat részéről. Szerintem ezt az eredményt mindenki aláírta volna, ha ezt megkérdezed az év elején. Nagyon sok olyan játékos érkezett nyáron, akik korábbról ismert volt a itt lévők számára. Mi együtt játszottatok korosztályos csapatokban felnőtt szinten, mennyi segített ez a bronzérem megszerzésében? Véleményem szerint a sikerünknek ez volt az egyik alapvető kulcsa, ugyanis ezért voltunk jobb csapat, mint a tavalyi együttesünk, hogy azokat a meccseket, azokat a kiki meccseket el tudtuk dönteni a rutinunkkal, amikbe tavaly sajnos vereséggel jöttünk ki. Erősebb volt ez a legutóbbi bajnokság, mint az előző? Úgy gondolom, hogy igen, ugyanis a debreceni csapatok ismét elég jó erőt képviseltek. Jött egy légiósokkal teli Szentes is a bajnokságba, tehát mindenképpen egy sokkal komolyabb volt ez az MB2, mint a tavalyi évben. Mennyit számított az, hogy a korábbinál több alkalommal edzettetek és állandó helyszínen edzettetek? Ez abszolút pozitívumként hatott az egész csapatra, le a kalappal az elnök úr előtt, hogy ezeket a feltételeket biztosította a számunkra. Ez igen ritka, ebbe az osztályban pedig azt mondom, hogy szinte sehol nincs így. Mit lehet tudni a jövőről? Minden bizonyan lesznek távozók és talán érkezők is, vagy még esetleg korai arról szól, hogy mi lesz ősztől? Természetesen ez az átigazolási időszak magával járója, hogy lesznek távozók és érkezők, azonban én úgy gondolom, hogy a csapat gerince együtt marad, és szerintem ez a legfontosabb abban, hogy a jövő évi célunkat elérjük, ami nem titkoltan az, hogy szeretnénk az NB1C-be jutni. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!